Sziasztok! Ez a heti vlog tulajdonképpen két hetet fog felülállni. Most értem haza, munka után mentem Saskiához, és megint laminálva lett a szemöldököm, illetve most a szempilla liftinget is kipróbáltam, amivel kettő problémám van csak, mármint a végeredmény nagyon-nagyon tetszik, viszont itt ezen a szemhéjamon egy ilyen másfél-két hete van egy fold, ami egy picit piros, hámlik rajta a bőr, és sokszor van egy ilyen kicsit égető, kellemetlen érzés ezen a területen. Van amúgy bőrgyógyász az időpontom, viszont majd csak április közepén azt hiszem, úgyhogy addig még várnom kell, bár addig lehet, hogy el is múlik. Illetve a másik oldalon pedig, szerintem látjátok így is, hogy ott van egy lyuk a szempilláim között, amit igyekezett Saskia palástolni, viszont szerintem azért így is látszik, de nagyon-nagyon tetszik amúgy a végeredmény. A szemöldökömmel is elégedettebb vagyok, mint az első alkalommal, bár akkor az is nagyon tetszett, de most kértem, hogy nyírjuk egy kicsit rövidebbre, illetve megosztottam vele a problémámat, hogy a legelső szemöldök laminálás után nagyjából egy ilyen két héttel már nem igazán volt hatása nálam ennek a laminálásnak, és mondta, hogy most amúgy megcsinálnia is egyszerűbb volt, és bízom benne, hogy most egy picit hosszabb lesz majd így a végeredmény, mert ahogy mondtam, nagyon-nagyon tetszik. Illetve pedikűrt is kaptam tőle, tegnap ugye Kingánál voltam, és ilyen gyönyörű tavaszi körmökkel távoztam, úgyhogy nem is tegnap voltam nála, hanem tegnap előtt teljesen összeolvadnak a napok, így az utóbbi tényleg, nem is tudom, két hétben sokat dolgoztam, nagyon elfáradtam, úgyhogy nagyon rám fér most ez a kis szabadság. Holnap repülök amúgy Angliába, és hát az a szomorú helyzet, hogy még semmit nem pakoltam el, még semmit nem készítettem elő, még most nem is kéne, úgyhogy nem is tudom, hogy mikor fogunk hazaérni, mert fél hétre van asztalfoglalásunk. Most megyünk amúgy Martinnal egy ilyen randira, pont azért, mert az utóbbi időben elég kevés időt töltöttünk együtt, illetve most is ugye elutazom pár napra, és ilyenkor szeretek odafigyelni arra, hogy legyen közösen eltöltött minőségi időnk is, úgyhogy elmegyünk egyet randizni. Utána, nem tudom, egy ilyen egy óra az út oda, ahol foglaltam. Ez tulajdonképpen Mörszben van, egy ilyen olasz all you can eat étterem, amiről a TikTokon nagyon-nagyon sok jót láttam már. Ezt szeretnénk most kipróbálni, majd hogyha hazaérünk, akkor majd így az éjszakában bele. Úgy is elintézem mindazt, amit el kell intéznem így indulás előtt. Most pedig szerintem indulnunk is kell, mert nem ártana pontosan odaérni. Itt vagyok már Rékáéknál péntek óta, és az idő javarésze az babázással telik. Most viszont felnőtt programunk lesz, és megyünk Rékával minigolfozni. Szóval gondoltam, hogy ezt azért megmutatom nektek is, mert hogy elég érdekes maga ez a minigolf pálya, már kaptam róla képeket Rékától nem is olyan régen, de most megnézem majd a saját szememmel is, hogy mégis milyen.
utóbbi pár napban egy kis időre volt szükségem, hogy nagyjából rendbe tegyem magamban a dolgokat. Ez minden egyes alkalom után megfigyelhető nálam, hogy egy ilyen érzelmi mélyrepülésbe kezdek, amikor időt tudok eltölteni egy-két szerettemmel, akik nagyon-nagyon közel állnak hozzám, és akiket alapvetően nagyon szoktam hiányolni. Ugyanez igaz arra, amikor anyukámmal tudok időt eltölteni, most ugye a legjobb barátnőmmel voltam, és nagyon-nagyon jó volt, tényleg a legtöbb időt azt babázással töltöttük, mert hogy ugye egy frissen született kisbaba van otthon náluk, és az is csodálatos volt, annyira örültem, hogy megismerhettem, és élveztem. Olyan volt számomra, mint egy babaterápia. Tényleg én is úgy mentem, meg mondták, hogy na, hogyha kisbabás házhoz mész, akkor nem lesz ez nyaralás, mert hogy majd biztos ébren leszel egész éjszaka a kisbaba sírás mellett. És képzeljétek el, hogy nem mondom, hogy egyszer-kétszer nem hallottam, a szomszédos szobában aludt a baba, viszont én olyan jókat aludtam, mondtam is a barátomnak, hogy komolyan szégyellem magam, hogy ennyire jókat alszok kisbabás házban, de hogy volt, hogy ilyen 9 és fél órát így egyben végighúztam. Hozzá kell tennem, hogy nagyon kimerült voltam és fáradt a szabadságom előtt. A munkámban ugye az utóbbi hetekben nagyon sok minden összegyűlt, és tényleg azt se tudtam, hogy éppen hol olcsam a tüzet, és ezt így a szabadságom előtt nagyjából sikerült is elintéznem. Szerencsére, úgyhogy nem egy ilyen óriási nagy káoszba jöttem most vissza, de nagyon-nagyon jót tett nekem. Kisimultak az idegeim attól, ahogy a kispapa rajtam aludta, a szuszogása, az a kellemes baba illat. Viszont erre itt is kitérek, Instagramon is kitértem erre, attól, hogy megosztottam kisbabás tartalmat, vagy attól, hogy tényleg ennyire jó érzéseket váltott ki belőlem, az anyai ösztön nem ébresztette fel bennem. Továbbra sem szeretnék gyereket, és soha nem mond, hogy soha, mert fogalmam nincs, hogy 3 év múlva mi lesz számomra fontos az életben, viszont az eddigi közel 34 évem alatt nem értem el odáig, hogy szeretnék anyává válni, és most úgy gondolom, hogy ez nem is fog eljönni, és számomra ez így abszolút rendben van, tudom, hogy nem mindenki tud ezzel együtt élni, és van, aki számára ez megbotránkoztató, viszont ez az én életem. Voltam úgy 2 kimenőnk is, amit a barátnőmmel töltöttünk el. Tök jó volt egy kicsit így kiszakadni, és neki is jót tett a társaság, nekem is jót tett a társaság is. Megittunk 1-2 koktélt, játszottunk minigolfot, utána a másik kimenőn bevásárolni voltunk, amúgy mindjárt mutatok is 1-2 dolgot, hogy mit vettem. És egyszerűen tényleg nagyon-nagyon jót tett. Amennyire tudom majd így kihasználni azt az 1-2 szabad hétvégét, ami van nekem a hónapban, azt szeretném majd arra befektetni, hogy esetleg többször is egy évben ilyen villámlátogatásokat tegyek náluk. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan jön össze. Most, ha minden igaz, akkor majd júniusban tudunk otthon Magyarországon találkozni 3-osban, ugye Dórika barátnőnkkel kiegészülve, és már ezt is úgy várom, mint a messiást, komolyan. Nagyon-nagyon sokat jelent ez nekem. És ugye Martin számomra egy olyan társ, akiben nem csak partneremet találtam meg, hanem a legjobb barátomat is, mert mind tudom, hogy ez ilyen nagyon nyálasan hangzik, és ne haragudjatok érte, de tényleg mindent meg tudok vele beszélni, és nagyon sokat nevetünk együtt, szóval nagyon hálás vagyok ezért a kapcsolatért, viszont rajta kívül nekem itt most már hamarosan nem lesz senki, aki ismerős családtag vagy barát, és ez azért így eléggé megvisel maga a gondolat, hogyha szeretnék találkozni a családommal vagy a barátaimmal, akkor nekem ez mindig utazáshoz van kötve. És nem panaszkodni szeretnék, mert tudom, hogy sokan vagyunk így ezzel, illetve erre mindig szokták mondani, hogy miért nem költözök anyukámhoz közelebb Magyarországra, vagy esetleg Ausztriába. Angliába is lehetne ugye költözni a barátnőmhöz, de nem szeretnék máshova költözni ilyen. Itt végre elértem azt, hogy olyan állásom van, amit szeretek, a diplomámat elismerték, hogy kezdem felépíteni tényleg azt az életet, amire mindig is vágytam, és nem szeretném sehol máshol újra a nulláról kezdeni. Ezt mondom legalábbis most, aztán ki tudja, de tényleg most nem látom úgy, hogy visszaköltöznék Magyarországra, vagy Ausztriába, vagy Angliába, vagy Svájcba, vagy tényleg akárhova egyelőre.
És szerintem ez így is fog maradni, de tudjátok, soha nem mondod, soha. Ugye szerettem volna belevetni magam így a felnőttként való barátkeresésbe, és volt is egy-két próbálkozásom ilyen különböző barátkereső alkalmazásokon keresztül, viszont be kell látnom, hogy főleg ugye az anya otthonban csak részmunkaidőben dolgoztam, ilyen 75%-os állásban, de mióta teljes munkaidőben dolgozom, egyszerűen örülök, hogyha arra van időm, hogy a háztartást úgy, ahogy vezessem, hogy Martinnal tudjak minőségi időt is eltölteni, hogy vele tényleg tudjunk menni randizni, esetleg egy-két kirándulást is beleszűkíteni egy-egy hónapba, és nem szabad elfelejteni, hogy a hobbim is eléggé időigényes, vagy hát a hobbijaim. Már az az egy-kettő, amiben tényleg így mélyebben bele szoktam ásni magam. És egyszerűen nincs arra időm, hogy felépítsek egy felnőtt barátságot is, hogy ezt utána ápoljam is. Mert tudjátok, főleg az elején elég intenzíven kell időt és energiát belefektetni, hogy valakihez fel tudj építeni egy olyan kapcsolatot, ami utána elég erős ahhoz, hogy akkor is megmaradjon, hogyha nem tudom, hetekig nem tudtak találkozni. És ez a felnőtt életben egyszerűen előfordul, szerintem ezt sokan ismerjük, ezt a problémát. Ezért is nagyon-nagyon szeretem, amikor a barátnőimmel heti egyszer leülünk és videokonferenciát tartunk, mert nekem ennyi a szociális életem. Hogyha ez most szomorúan is hangzik, de igen, be kell látnom, hogy nekem ennyi a szociális életem, ami a barátságokat illeti. Nem mondom, hogy ellene vagyok egy kialakuló barátságnak itt a környéken, mert nem. Tényleg voltak már próbálkozásaim, viszont egyik sem volt olyan, ami meg is maradt volna. Vagy az én részemről nem éreztem azt a bizonyos dolgot, vagy a másik fél részéről. Úgyhogy az ilyen közös alkalmakat nagyon, nagyon nagyra becsülöm, és igyekszem elraktározni, hogy sokáig tudjak rámlékezni, és megmosolyogtat még most is, hogyha arra gondolok, hogy milyen jó volt a barátnőmmel. Na de amúgy már itthon vagyok szerda este óta, ugye az Eurowings-es visszafele járatomat törölték, ezért a Lufthansa-nál vettem egy visszajegyet, úgyhogy most nem Düsseldorfba érkeztem, hanem Frankfurtba, és Martin értem jött, volt annyira kedves és nagyvonalú, hogy értem jött inkább, hogy ne kelljen így a csomagokkal, meg mindennel többszöri átszállással hazavonatoznom, úgyhogy utána valamikor így az éjszaka folyamán haza is értünk. Aztán csütörtökön még szabad voltam, és egy ilyen csapatépítő napunk volt a munkatársaimmal, amire este bementem bowlingozni voltunk, utána pedig beültünk vacsorázni egy ilyen mexikói étteremben. Tök jó volt az is, jól éreztem magam. De ilyen 11 óra körül véget ért amúgy a mulatság, úgyhogy nem nyúlt nagyon az éjszakába. Tudjátok, milyen az, amikor már az egyik munkatársamnak ugye kicsi baba van otthon, a másik másnap ugye dolgozott, úgyhogy nem húztuk ki hajnalig. De így is tök jó volt. Pénteken ugye egy kicsit tudtam regenerálódni, és tegnap már mentem dolgozni. Nagyon-nagyon jó műszakom volt, most én voltam az a szerencsés, aki elrejthette a kis húsvéti kosaracskákat a gyerekeknek, amiben ugye az édesség van, illetve tegnap délután elkezdtem, nem is tudom, ilyen 4 óra körül már a húsvéti reggelének az előkészületeit. Kalácsot sütöttem, répatortát sütöttem, ilyen különböző krémeket készítettem, lazackrémet, tojáskrémet, krojterkvárkot, ami így ilyen fűszeres túró, és azt is ilyen zöldség daraboknak a tuningolására szántam. És ma délelőtt pedig a gyerekekkel bráncsoltam egyet, ami tök jó érzés volt, én nagyon szeretek ilyen alkalmakkor velük lenni, ugye tavaly Szenteste is én voltam műszakban, és bár idén Szenteste nem én leszek a soros, de karácsonykor biztos, hogy dolgozni fogok majd én is, és sokan vannak ezzel amúgy úgy, hogy nem szeretik így ezeket az ünnepnapokat tényleg munkában tölteni, amikor a családdal lehetnének. És ez nem arról szól, hogy én nem szívesen vagyok Martinnal ilyen alkalmakkor, hanem egyszerűen arról, hogy szerintem ennek is megvan a maga szépsége így a gyerekekkel ünnepelni. És akkor térjünk át arra, hogy miket vettem, nem túl sok mindent, ezt már most megjegyzem, illetve egy részét a gyerekeknek vettem megint különböző édességeket, gumicukrokat elsősorban, meg ilyen Cadbury kis csokis bombont, azt bevittem már ugye értelemszerűen munkába, és szerintem a fele az már el is fogyott, illetve az egyik munkatársamnak vettem egy-két csomag
medvecukros édességet, mert röviden és tömören én úgy tudtam kivenni ezt az 5 nap szabadságot, amit Angliában töltöttem el, hogy ő egy nappal lerövidítette az ő szabadságát, és nagyon hálás voltam neki ezért a gesztusért, mert amúgy nem jöhetett volna létre ez az utazás most, úgyhogy ezért hoztam neki egy-két ilyen medvecukros dolgot. Martinnak is hoztam édességet, megint azt a, nem tudom, hogy mi a neve, de ilyen marcipános, piskótás, akármi, szerintem nem tudom, hogy ki tudja megenni, de ő meg tudja enni, és nagyon-nagyon ízlet neki, és szereti. Meg lurpák vajat hoztam. Nem tudom, itt Németországban én nem láttam ezt a vajat, és nagyon-nagyon finom ettem Rékiéknél most. Úgyhogy pont akciós volt amúgy a boltban, amikor voltunk bevásárolni, úgyhogy hoztam egy doboz vajat is. Ki hoz amúgy doboz vajat így tényleg, hogyha oda van valahol, na mindegy, én hoztam. Most itt a többi dolog is egy kicsit ilyen fura. Legalábbis nem tudom, hogy ki hoz például magával illatosítót, de mentségemre legyen mondva, hogy én nagyon-nagyon szeretem a kellemes illatokat, és Rékáéknál ez a levendulás, ez amúgy a, hogy hívják, Sainsbury, remélem jól ejtettem ki, hogy ennek az üzletnek a saját márkás illatosítója, és ez egy levendulás. Ez volt a fürdőszobájukban, és nagyon-nagyon tetszett az illata, illetve megláttam ezt a, hát mint a friss ágynemű, gondolom olyasmi, mint az öblítő illat, úgyhogy ezeket hazahoztam. A kedvenc Dove folyékony szappanú töltőből vettem 3-at. Amúgy írtátok, és azóta meg is néztem, hogy itt Németországban a Notino oldalán is lehet kapni. Szóval ezt nem fogom többet megvenni, és a repülőgépen cipelni, hanem így szépen majd megrendelem. Amit nem vettem, mert ahol voltunk, ott nem volt kapható, és utána már a Tesco-ba nem mentünk el. Azt tudjátok, ez a szárított zöld borsó. Viszont azt meg tudtam rendelni ugyanazt a márkát Amazonról, mint amit még decemberben vásároltam Angliában. Tudjátok, a babáknak való kencék illata, hogyha nem ilyen nagyon illatmentes, meg mindenmentes, isteni. Imádom őket, és ez is ott állt Rékiéknél a fürdőszobában. Ez egy testápoló a Johnson's-tól, ennek is ilyen nagyon-nagyon kellemes, megnyugtató illata van, és ehhez megvettem ezt a fürdetőt is. Hát igen, most majd nekem is baba illatom lesz. Aztán vettem a Ted Baker-től egy rózsás tusfürdőt, ennek is nagyon megtetszett az illata. Illetve láttam, hogy ettől a márkától van Rékának samponja és balzsamja is, az ő hajó ugye festett, az enyém nem az, viszont ajánlotta nekem ezt a hajvégápoló cseppet, elvileg már máskor is, csak azt elfelejtettem, de most azt mondta, hogy igen, hogy még mindig nagyon-nagyon szereti, úgyhogy megvettem ezt is, amúgy is szerettem volna ilyen hajvégápoló olajat. A többit pedig azt hiszem, hogy már mindet a reptéren vettem, hazafelé úton. Például itt van a Lee Stafford márkától ez az ilyen tengeri sóspré. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e legalább fele annyira jó, mint a Paul Mitchell-es, azt ugye nagyon-nagyon szeretem, mindjárt megint elhasználok egy flakonnal, úgyhogy szerintem mielőtt újra rendelem azt, mert hogy annak elég borsos az ára, ilyen 30 euró körül szokott lenni, de ha nem válik be semmi más, akkor tényleg újra és újra megveszem, mert egyszerűen imádom a hatását, de mielőtt újra megrendelném, előtte ki fogom próbálni ezt, hogy ez mégis mennyire váltja be a hozzáfűzött reményeket, és volt a, jaj, mi történt ennek a csomagolásával, a Soap & Glory márkára ilyen 2-3 kap akció, úgyhogy vettem magamnak szemöldökre való terméket, méghozzá egy ilyen filctól szerűséget, illetve egy szemöldök ceruzát. Azt hiszem, hogy ezt a szemöldök ceruzát láttam már egy német youtubernél többször is kedvencek között, úgyhogy ezért keltette fel a kíváncsiságomat, illetve vettem egy szempillaspirált is, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, majd meglátjuk, le fogom tesztelni. Nem nagyon szoktam nektek alkoholt mutatni, mert senkit sem szeretnék alkoholfogyasztásra biztatni, viszont ez mennyire szép. Rájöttem, a barátnőmnek hála természetesen, hogy szeretem a gint. Főleg az ilyen kicsit nőiesebb változatait, amikor nem tudom, valami édes löcs lesz belőle, és nem csak ezt a tömény gin ízt lehet érezni. Ez elvileg egy rebarbarás, gyömbéres, hát ilyen szép rózsaszín gin.
Úgyhogy ezt szerintem majd ki fogom próbálni. Úgyhogy ennyi volt az én nagy angliai zsákmányom. Ugye nem túl sok minden, de nem is vásárolni mentem. És ami jó hír volt, képzeljétek el, szerintem nem is meséltem nektek, hogy még amikor az első lakást mentünk Wuppertalba megnézni, azóta se voltunk több lakás látogatáson, és most aktívan nem is keresünk, mert úgy néz ki, hogy elég szépen szárad a fal. Szóval várunk arra, hogy megint minden visszakerüljön a régi helyére, és hogy a hálószoba megint élhető és lakható legyen. Ennyi így a lakás helyzetjelentés. De hogy még az első házlátogatáskor beszéltem a csoportvezetőmmel, hogy szerinte van-e értelme annak, hogyha a vezetőségtől kérnék egy beszélgetést, mert amikor itt elkezdtem dolgozni, akkor egy 2 éves munkaszerződést kaptam, és ugye mondták, hogy a 2 év lejárta után, hogyha mind a ketten meg vagyunk elégedve egymással, akkor lehet beszélni szerződés hosszabbításról. Viszont ha lakást szeretne kivenni az ember, akkor mindig jobb egy határozatlan idejű munkaszerződés. Szóval nem azt mondom, hogy jobb, de hogy valahogy úgy biztosabb, biztonságosabb, és az én számomra jobb lett volna a tudat egy ilyen helyzetben, hogy oké, van egy ilyen szerződés a kezemben. És mondta a csoportvezetőm, hogy persze kérdezzem meg nyugodtan, de hogy felméri ő nekem a terepet, és beszélt a vezetőséggel. Aki utána mondta, hogy igen, hogy hallotta, hogy mit szeretnék, és hogy mindenféleképpen beszéljünk akkor róla. Viszont így nagyjából egy ilyen 2 hetet vártam, és nem érkezett így felőle semmi is. Mert úgy voltam el, hogy biztos elfelejtette, hogy majd a szabadságom után megint jelentkezem nála, hogy akkor mikor lehetne erre sort keríteni. És képzeljétek el, hogy tegnap, ugye az első műszakon volt, belenéztem a kis fiókomba, ahova mindig az ilyen személyes leveleinket kapjuk, ott várt egy levél az egyesülettől. Nem tudtam, hogy miről van szó, csak azt láttam, ugye, hogy rá van írva, hogy bizalmas, és kibontottam, és láttam, hogy szerződésmódosítás is, megkaptam a határozatlan idejű szerződést, aminek nagyon-nagyon örültem. Úgyhogy tényleg erre a beszélgetésre tulajdonképpen sor se került, de igen, úgyhogy határozatlan idejű munkaszerződésem van. Továbbra is imádom a munkámat, úgyhogy ezért nagyon örültem neki, illetve ahogy mondtam, ugye nem tervezünk így a következő, nem tudom, x évben saját ingatlant vásárolni, ha csak nem változik meg a véleményünk, ami ugye most aktuálisan van ezzel a témával kapcsolatban, de hogy akkor is jó, hogyha határozatlan idejű szerződésünk van, Martinnak ugye már az van egy ideje, és nem tudom, nekem egyszerűen biztonságot ad maga a tudat is. Mutattam nektek szerintem már, hogy a Rituals-nek van most ez a marokkói rózsás ilyen limitált kollekciója, és annyira aranyos volt Martin, nem is számítottam húsvéti ajándékra tőle, de kaptam tőle egy új tusolóhabot. Ezt megvettem amúgy magamnak is, és nagyon-nagyon szeretem az illatát. Illetve megkaptam tőle a hajolajat is, amit nézegettem magamnak, viszont úgy voltam vele, hogy oké, nem tudom, hogy mennyire professzionális, hogy mennyire ápolja majd tényleg a hajamat, de annyira kellemes rózsa illata van, hogy szerintem pont Martinnal voltam, amikor az üzletben nézegettem, és megjegyezte magának, és megkaptam tőle húsvéti ajándékként, úgyhogy ez melengedte meg így ma a kis szívecskémet. Viszont itt ezt a videót most le is zárom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett nektek. Találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!